Engem mindig vonzottak a impressionista festmények, impressionista művészek. Arra emlékszem, hogy szinte majdnem az összes impressionista festőnek elolvastam a életrajzát, a Van Gogh-tól kezdve a Monet, a Gauguin, Pizarro, Seurat. Szóval nagyon izgattak a impressionista festők, szinte ösztönszerűen, és sose felejtem el Szolnokon, amikor éltem és galériákba eljártam, ott is nagyon-nagyon nagy hatással voltak rám ezek a lazán festett olajképek, és óriási hatást tettek rám, és mindig az volt bennem, hogy én így akarok festeni, impressionista stílusban. Gyerekkorom óta rajzolok, festegetek, és ez szinte ösztönszerűen belém van gyökerezve. Mi érdekelt az olajfestés. Az első olajfestményemet körülbelül 10-12 évesen festettem. Azt hiszem, még ma is fent van a nővéremnek a falán. Talán egy családi hagyomány is volt. Keresztapám, ő Svédországba diszidált 56-ban, ahol nagyon befutott festő lett belőle, és lehet, hogy ez egy kapcsolódás volt nekem. Akárhányszor elmentem egy múzeumba, például az iskolával elmentünk egy múzeumba, vagy bementem egy galériába, egy elmondhatatlan érzés, ami rögtön arra késztetett, hogy az a hatás, amit én ott láttam, hogy én nekem ezt kell csináljam. Tehát rögtön az volt az első, hogy hazamentem el például a galériába, hogy az úton megálltam és vettem magamnak festékeket, vásznat, és hazamentem, és rögtön egy ilyen inspiráció által rögtön neki kezdtem festeni, és mindig megragadott az, hogy de például az alakok nagyon, nagyon érdekeltek, a történelmi képek, a múzeumlátogatások során mindig egy hatalmas hatással voltak rám, és ez vonzott, ezután szerettem volna én haladni, sokszor tudatosan, sokszor csak ösztönösen, és az életemben mindig fontos szerepe volt a művészetnek. Amikor otthon éltem, akkor nem tudtam úgy kibontakoztatni ezt magamba. Pesten születtem, utána Képzőművészeti Akadémia esti tagozatára eljárogattam. Utána leköltöztünk Szolnokra, ott is jártam tanfolyamokra, ott is ismerettségeket próbáltam szerezni, beilleszkedni a művészi körbe. Ezekben az iskolában, amikben jártam, ott voltak a tanárok, és egymást biztattuk, kritizáltuk, ösztönöztük, egymást javítottuk, szakolgáltuk egymás munkáit, ezt így kéne, azt úgy kéne. Szinte csak ezek voltak azok, amik engem segítettek, hogy kontrolláljam magam. És Szolnokon volt egy múzeum, galéria, ahol egyszer bementem, ahogy beléptem a előtérbe, ott volt egy nagyméretű olajkép, teljesen fölbe gyökereztek a lábaim, meg egy álló női alak volt, egy gyönyörű rózsaszín áttetsző ruhába volt, és gyönyörűen a színek olyan csodálatosan puhán össze voltak folyva, és oda mentem a képhez, megnézem közelről, mert mindig szeretek oda menni, tudod, hogy a technikáját az ember próbálja ellesni, hogy csinálta a művész, és nem láttam semmi más, csak egy hatalmas, nagy, vastag ecsetvonásokat, a szem lényegében egy nagy fekete, mint egy szén darab oda volt, csak úgy dobva,
És többször hátra kellett mennem, meg vissza, oda-vissza, mert egyszer nem hittem a szemnek, hogy ezt hogy lehet így megcsinálni, hogy ez így legyen, hogy közelről semmit nem látsz lényegében, viszont visszamegy az ember a távolról, megnézi, akkor összeáll egy csodálatos forma, csodálatos életszerű alak, egy személy, és az a hatás sokkal jobban megerősített ebbe, hogy én impressionista stílusba szeretek menni. Én csak festeni akartam, mindegy, hogy milyen szinten, és az se érdekelt, ha senki nem látja a képeimet, ez egyszerűen csak egy belső erő és motivált, és a szépség utáni vágy vonzott mindig. A Monet volt a kedvencem, az első számú kedvencem, ahogy el tudott kapni egy pillanatot. Az a gyönyörű színekkel kifejezve azt a pillanatot, amit megörökített. És hát természetesen ugyanúgy, mint a figuratív festmények, ott is a gyönyörűség, az emberi érzések kifejezése, szomorúság, bánat, vagy csak egy emberi testtartás, ami rengeteget el tud mondani, és ha azt egy festő meg tudja örökíteni azt a pillanatot, például ahogy az emberek szedték a krumplit a földeken, vagy ástak, vagy kapáltak, vagy bármit, egy egyszerű tollrajzba, egy hihetetlen értékű művészeti alkotást tudott teremteni. Sose éreztem igazán magam Magyarországon szabad embernek, és mivel hogy a kommunizmusban nőttem fel, meg voltak a bizonyos fajta határok, amik én általában lázadoztam ellene, és eléggé lázadó típus voltam, főleg fiatal koromban. Most már sokat változtam, de azt tudom, hogy nagyon makrancos és szabad akaratú kisrác voltam, és később is, tinédzser koromban is. És most érzem csak igazán, hogy itt vagyok, hogy mi volt az érzés, ami miatt én eljöttem. Tehát itt Amerikában úgy érzem magam, hogy mint egy madár, akit elengedtek szabadjára, és senki nem törődik vele, nem szól bele az életébe, éli a saját életét, nincsenek korlátozva az érzései, nincsenek korlátozva a cselekedetei. Tehát szinte ezt tudnám úgy összefoglalni, hogy ez volt az egyik oka, hogy mindig hajtott valami, hogy kikerüljek ebből a bezártságból. A másik oka az volt, hogy az első házasságom az kudarcba fulladt, és megismertem egy hölgyet, nagyon érzelmes kapcsolatunk alakult ki. Ő el akart jönni határozottan Magyarországról, és ugye, az ember beszélgetünk egymással, és akkor úgy megfogalmazódott bennem is, hogy valószínűleg ez lenne a legjobb az én nekem is, hogy kijöjjünk együtt. Kimentünk, mint turisták Ausztriába, ahol bejelentkeztünk a Bécs melletti lágerba, a központba, és leadtuk az útlevelünket, és ott mi fogalmam sem volt, hogy mi vár ránk. Tehát nem volt semmilyen barátunk, semmi rokonunk, akivel szorosabb kapcsolatunk volt, akire tudtunk volna támaszkodni. Szóval nekünk így kellett csinálni ezt az egészet, hogy a lágeren keresztül leregisztrálni bizonyos országba, és várni arra, hogy elfogadnak, és úgy sikerül kimenni valahová. Majdnem 2 évig voltunk Ausztriában, ahol főleg a túlélés
és a megélés gondja foglalkoztatott, sokszor életveszélyes szituációba kerültünk, ahol az embernek akkor nem volt úgy kedve, meg lelki állapota festeni, de amikor voltak nyugodtabb időszakok, akkor tudtam vele foglalkozni egy kicsit. Szóval voltak olyan időszakok az életemben, amikor kimaradt az életemből egy darabig, de azért sose adtam fel például, hogy ne rajzoljak, vagy ne foglalkozzak minimálisan is egy kicsit a művészettel. Akkor éreztem azt, hogy most már tényleg a művészettel tudok foglalkozni, amikor már itt ideértem, és hát ide jöttem Kaliforniába, ahol végre lenyugodtam egy kicsit, és kezdtem kiállni, festeni a természetbe, és viszont egy dolog zavart, hogy mivel olajfestékkel foglalkoztam, hogy nehézkes volt hurcolászni a készen megfestett képeket, és kerestem egy olyan médiumot, ami hamarabb szárad, amit jobban tudok hurcolgatni, és nem olyan problémás. És mindig imádtam könyvesboltokba járni, ahol természetesen mindig a művészeti könyvekhez mentem oda elsősorban, és itt nagy kertje van azoknak a művészeti könyveknek, amelyik leírásos alapon lépcsőről lépcsőre elmagyarázzák, hogy kell festeni. Olyan, mint egy tankönyv. Tele illusztrációkkal, színes képekkel, és kezembe akadtak ilyen könyvek, ami akvarella voltak tele, és nagyon megragadtak azok a friss, élénk színű képek, ami a akvarellnek a lényege, és a gyönyörű hatást kelt. És vettem magamnak egy felszerelést, és azzal kezdtem el dolgozni, és hát nagyon nehéz volt, akkor az köztudottan a legnehezebb médium, mivel hogy vízzel dolgozik az ember, és nem úgy van, mint az olaj, hogy olajat odarakom, és az ott is marad, hanem a víz mozog, a színek mozognak, és nagyon nagy kihívás, főleg az elején, hogy ezen az ember túl tudjon jutni. És gondolkoztam, hogy kéne találnom egy akvar osztályt, vagy egy tanfolyamot, ahol én egy kicsit jobban meg tudjam ismerni ezt a médiumot. És itt, ahol lakom, nem messze van egy művészbolt, ahol rendszeresen jártam vásárolni a felszereléseimet. És ahogy közeledek az ajtóhoz, benézek az ablakon, és látom, hogy ott ki van írva egy magyar név, Márta Szoboszlai, és demonstrálást fog csinálni, ami pont akkor volt. Bemegyek az üzletbe, és ott volt Márta néni, aki pont egy demonstráció közepén volt, az emberek körülötte nézték, és én is odaálltam, végignéztem a demonstrációját, és utána bemutatkoztam, és kérdeztem, hogy ő tanít-e akvarellt, és mondta, hogy igen, és mondtam, hogy szeretnék beiratkozni az osztályába, és mondta, hogy semmi akadálya nincs, és elkezdtem járni hozzá. Az első évben szigorúan őt követtem, ahogy ő dolgozott, és utána kezdtem el térni, kialakítani a saját stílusomat, és ő biztatott, ő látta, hogy elég jól haladok, és lényegében
azt mondhatom el, hogy ahhoz, hogy én ma akkor a festésben itt vagyok, itt tartok, ahhoz ő volt a legfontosabb a lányszem ebbe a folyamatba. Ő indított el az utamon, és ő mai napig is hallatlanul aranyosan támogat engem, biztat, és egy idő után elkezdtem tanítani akvarellt, és nagyon szeretem a tanítást, és ezt is mindenki köszönhetem. Elsajátítani az akvarellt, ez egy borzasztó kitartást igényel, egy kihívást, amit sokkal jobban éreztem az akvarellnál, mikor elkezdtem festeni, mint a olaj, például a olajjal. Ez nem azt jelenti, hogy olajjal nem szeretek festeni, mert nagyon szeretek festeni, és még mindig ugyanúgy nagyon-nagyon szeretem az olajképeket, és festek mai napig is, nem sokkal lesz egy olajbemutatóm. De mindig bennem van, mióta akvarellt festek, hogy még mindig nagyon-nagyon kicsit tudok belőle, és szinte hajt valami, hogy még jobban elsajátítsam. Nem az, hogy tökéletesítsem, mert nincs olyan dolog, hogy tökéletes, de hát, hogy minél jobban megismerjem a médiumnak a lényegét. A másik ok, amiért akvarellt nagyon szeretem, hogy mindig tart nekem meglepetéseket. Tehát az ember, ha tudná, hogy minden képe tökéletes lesz, és mestermű lesz, előbb-utóbb megunná. Mert nem hoz semmi érdekeset, nem hoz semmi változatosságot. De mivel, hogy nem tudom előre, hogy igazán hogy fog ez a kép kialakulni, vagy milyen lesz a végeredmény, és a festés közben nekem változtatnom kell azokon a dolgokon, amik például véletlenül alakultak ki. Sokszor egy hibát is előnyömé kell tegyek, és ez az az érdekes kombináció, ami ezt a médiumot előtérbe helyezi minden más médiumnál az én szememben. Hallatlanul változatos, hallatlanul kihívó, és hogy tudnám mondani egy szóba, váratlan. Tele van váratlan meglepetésekkel, ami sokszor jó, sokszor rossz. Márta néni, a mentorom, beletartozott egy művészklubba, hova elvitt magával, és ott bemutatott. Én is a klubnak a tagja lettem, ahol rendszeres kiállításokon keresztül tudtam bemutatni a műveimet, és több díj megnyerése után lényegében elértem egy szintre, ami a művészklubon belül, ami fölemelt azok közé, a tagok közé, akik a legismertebbeknek vannak elismerve ebbe a klubba. Utána beadtam az egyik munkámat egy, úgy hívják, hogy International Artist magazin, ami ma a világon a legnépszerűbb művész magazin, és szerte a világon minden 5 kontinensen megjelenik, és beküldtem egy képemet, és belerakták a magazinba, ami adott egy újabb ösztönzést, ambíciót, hogy jó úton járok. Amellett rendszeresen részt vettem kiállításokon, beneveztem a képeimmel, ahol több díjat nyertem, kisebbet, nagyobbat, rangosabbat, még rangosabbat, és így kezdődött el az, hogy a képeimet az emberek kezdték megismerni, és amellett elkezdtem tanítani. Van egy állandó osztályom, volt több is, amit most tanítok, az a leghosszabbi, ami a legrégebb óta csinálom ugyanazon a helyen, és amellett csinálok tanfolyamokat is. Seattle-ban van ott egy nagy művészklub, ami nemzetközi szintű művészeket hív meg, hogy ők ott tartsanak előadásokat, tanfolyamokat, és én is beadtam oda a munkáimat, mert úgy
alkalmaznak, hogy megnézik az embernek a munkáit, és azáltal, hogyha tetszik nekik, és ha érdemesnek találja természetesen, akkor meghívnak, és így sikerült nekem is oda bejutnom, ahol én is csinálok időleges kiállításokat. És ez is egy jelét mutatta nekem annak, hogy jó úton járok. Én nem vagyok egy olyan ember, aki kalkulál. Én mindig követem az érzéseimet és a szívemet. És igyekszem őszintességre törekedni, úgy a magánéletembe, mint a festészetbe. És ezért föl sem merült bennem, hogy meddig fognak a festményeim megmaradni, vagy meddig nem fognak megmaradni. Engem egy dolog érdekel, hogy fessek, elsősorban saját magamnak, és másodszorban az embereknek. De nem hiszem, hogy kellene attól félni, hogy az akvarell festmények hamar tönkre mennek, mert van rá példa, hogy több száz éves akvarell festmények is mai napig is ugyanolyan állapotban vannak, ha megfelelő helyen vannak tartva, megfelelő kondíciók között, amit azt értek, hogy természetesen nem szabad tűző napra tenni, vagy olyan falra tenni, ahol állandóan süti, égeti a nap, vagy nagyon nagy a humidity. Tehát megfelelő körülmények között akvarell festmények is meg tudnak maradni nagyon-nagyon sokáig. Érzek egy problémát itt, ahol élek, Kaliforniában, olyan szempontból, hogy úgy érzem, hogy a képzőművészet nincs annyira előtérbe vagy főtérbe, mint amennyire kellene, mint például a keleti részén Amerikának, vagy pedig Európában, Nyugat-Európában, hanem itt az emberek sokszor nem is áldoznak annyit úgy, például művészetre, mint más dolgokra, például sportra, vagy más szórakoztatói dolgokra, mint például vegyenek egy festményt. Itt el is van terjedve az, hogy például egy festő csináltat másolatokat a képeiről, és azt árulja lényegében még a galériában is. Sokszor nincs is ott az eredeti kép, de ott vannak a másolatok, és akkor azt árulja olcsóbb áron, lényegében lehigítva a saját művét, én ezt úgy érzem, és mit tudom én, elad egy 5000 dolláros festményről készített lenyomatot, tudom én, 250 dollárra, vagy 150 dollárra, és akkor abból elad egy milliót, és ebből csinál egy sokkal több hasznot. Foglalkoztat az a gondolat, hogy egy olyan helyre költözünk, ahol jobban előtérben van a művészet az emberek érdeklődésében, és gondolkozunk azon a feleségemmel, hogy talán New Mexicóba, Santa Fe-ba, ahol van egy művész város, az egész város szinte tele van galériákkal. Tehát gondolkozunk azon, hogy egy olyan helyet keresünk, ahol jobban érvényre tudom juttatni az én művészetemet. Én úgy érzem, hogy a saját alkotásomat az segíti a legjobban, ha van egy szilárd talaj a lábam alatt, ami úgy érzem, hogy mióta megismertem a feleségemet, azóta a viszonylag elég göröngyös út Magyarország óta, amin végig jöttem idáig, úgy érzem, hogy ez kezd kiegyenesedni, megszilárdulni. És mivel ő is szereti a művészetet, és nem csak hogy szereti, hanem ő is nagyon tehetséges művész. Ki tudjuk egészíteni egymást, sok a közös érdeklődési körünk, a témánk, és azóta, hogy
megházasodtunk. Igaz, hogy hát az életben vannak buktatók, nehézségek minden vonalon, de úgy érzem, hogy vele együtt képes vagyok elérni azt, amit igazán szeretnék művészeti szinten is. Van egy gyönyörű kislányunk is, aki szintén úgy érzem, hogy örökölt valamit a művészetből, kettőnk genetikai összetételéből, tehát és már másfél éves kor óta fest, rajzol, és nagyon tehetségesen, és ennél nagyobb boldogságot nem is kaphattunk volna az élettől. Azon sokat gondolkozok, hogy Magyarországon hogy tudnám bemutatni a művészetemet. Természetesen nem szakadt meg a kapcsolatom Magyarországgal. Fazakas Tibor festőművész, aki jól ismert festő Magyarországon. Ő most nyitott Gödöllőn egy galériát, ahol meghívott engem a képeimmel, hogy állítsak ki az ő galériájába, ami ez az első lépés lesz, hogy otthon lesznek kiállítva képeim, ami nagyon nagy örömmel tölt el, és remélem, hogy sikeres lesz. Nekem az egyik vágyam az, egyik célom az, hogy minél jobban tökéletesítsem, amit csinálok. Minél jobban elsajátítsam azt, hogy meg tudjam örökíteni azt a pillanatot, minél egyszerűbben, minél többet, a lényeget kifejezve, ami állandóan nagy kihívás. És amikor a kislányom nagyobb lesz már, akkor szeretném, hogy nemzetközileg is több időm legyen eljárni, például a tanfolyamokat tartani országon belül és országon kívül is, és át tudjam adni embereknek azt, amit én elsajátítottam, mert úgy érzem, hogy nem elég csak kapni, hanem adni is kell vissza a művészetünkből.